pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hezler Adnás, a Mazsihisz elnöke, és itt van velem, mint vendégműsorvezető, Fazekas Ágnes, még a Népszavától. És akkor nézzük a szolgálati közleményeket. A Luak, azaz a zsinagógai naptár szerint 5777, Niszán havának első napja van, azaz Roshódes újhold. A Gergely naptár szerint viszont 2017, március 28-a kedd van, és kik ünneplik a névnapjukat, Gedeonok és Johannák. Az euró középárfolyama 308.87, míg a svájci frank 288.57, és ilyenkor szoktam elmondani, hogy többet eszükbe ne jussanak svájci alapú hitelt fölvenni. Na és az időjárás. Ma aztán tényleg rétegesen kell öltözni, hogy legyen mit levenni vagy felvenni, hisz 2 foktól 21 fokig fog felmelegedni a levegő. És biztos, ami biztos, vigyenek magukkal esernyőt. Most helyezzék kényelembe magukat, vagy tovább készítsék a gyerekeket az iskolába, akik ott tartanak, de nyissák nagyra füleiket, hogy hallják, hogy mi minden történik. Hisz mi pontosan tudjuk, hogy a reggeli tévézés az egy ilyen háttértévézés, időnként azért nézzenek a képernyőre, hisz van itt egy csinos hölgy is velünk, Ágnes, és ezek után kezdjünk bele. Mint már említettem az előbb, Hezler András, a Mazsihisz elnöke, stúdiónk vendége. Köszönjük, jó reggelt kívánok! És külön üdvözöljük, hogy Niszán havának első napján az új hónapot itt kezdi velünk. Ez egy ünnep számomra. Ma egy érdekes esemény történik, hisz pár hónappal ezelőtt a 14. kerületben az uglói zsinagóga egy szerencsétlenség következtében leégett. Mi fog történni ott? Igen, amikor leégett a zsinagóga, akkor a zsidó közösségen belül egy nagyon erős összefogás alakult ki, és a zsinagóga közösségének az elhelyezését, imádkozási helyét, mindent a tényleg példamutatóan a budapesti zsidó közösség megoldotta, de az épületet magát azt nem tudtuk még rendbe tenni, hiszen a károk olyanok és olyan típusúak, a födém is megsérült, stb., ami hát komolyabb forrásigénnyel bír. Amikor néhány héttel ezelőtt a miniszterelnök úrral találkoztam, felvetettem ezt a problémát, aki azt mondta, hogy ő meg fog próbálni segíteni ebbe a kérdésbe, és hétfőn a magyar közlönyben megjelent egy tudósítás, vagy egy határozat, egy kormányhatározat, amelyik a zuglói zsinagóga felújításának a költségeire vonatkozóan 142 millió forintot döntött el. Ez azt jelenti, hogy a zuglói zsinagóga megmenekül, és gyakorlatilag ezt fogjuk bejelenteni a sajtótájékoztatónak. És mikor kezdődik az építkezés? Nagyon jó a kérdés. Én tegnap végig beszéltem a projektmenedzserrel, hogy hogy néz ki egy ilyen dolog. Ugye közpénzről van szó, közpénz felhasználásáról, úgyhogy a legszigorúbban be kell tartani minden közbeszerzési szabályt. Maga az építési engedély az körülbelül egy másfél, maga a kiviteli terv körülbelül egy másfél hónapon belül el tud készülni, mert van egy koncepcióterv, és ha azt továbbfejlesztjük. És utána közbeszerzést kell kérni? Utána még jön az engedélyezési eljárás, amiben minden ANTS-től kezdve tűzoltóság, minden szereplő jelen van. Ezt a szakemberek másfél-két hónapra tagsálják, és utána jön a közbeszerzés. Tehát akár milyen lelkesek vagyunk, és nagyon lelkesek vagyunk. Fél év, háromnegyed év, igen, mire elkezdődik? Valójában ez szeptember előtt nem fog tudni. Hogy oldják meg addig a zuglói közösség hitéleti problémáját? Jó, hogy mennyi idő alatt, előbb Áginak válaszolok. Reményeink szerint jövőre, a jövő évi Pészákra már a zuglóiak a teljesen felújított meg. Igen, ez a valós, és lehet mindenféle álmokat kergetni, addig is megvan oldva. Addig a körzet tagjai? Addig a körzet tagjai a Sejber Sándor iskolába, az ott a Néma teremben imádkoznak, ott szeretettel fogadták őket, és még egyszer mondom, az összes többi budapesti közösség is egyrészt fogadta őket, másrészt anyagi segítséget adott a számukra, úgyhogy ezért van az, hogy a koncepció tervezés az azonnal el tudott indulni. Minden esztendőben Niszán havában sor kerül
a Seiber díjak átadására. Először emlékezzünk először is Seiber Sándorra, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem professzorára, igazgatójára, aki főrabbi teendőket is ellátott, és a Szegedi Egyetem címzetes magántanára is volt. Mit tud erről a díjról mondani? Tényleg előbb Seiber Sándorról annyit, hogy anélkül nem is vagyok avatott ismerője a Seiber munkájának, de a Seiber Sándor az egy korszak volt. Tehát én a növendéke voltam. Igen, tudom, és hát nagyon sok embert ismerek, akiket tanított, és mindenki úgy beszél róla, hogy egy fantasztikus ember volt. De az biztos, hogy azoknak is, akik nem voltak a növendékei, én is voltam egyébként nála a zsinagógában, tehát személyesen is találkoztam vele, de én nem tartoztam ahhoz a szűk körhöz. Tény az, hogy a Seiber Sándor az egy korszak volt a magyarországi zsidóság életébe, egy rendkívül nehéz korszak volt, de ezt a korszakot az ő nyitottsága, derűje az mindenképpen hát átvitte ezen a bizonyos nehéz korszakon. Napjainkig a legidézettebb professzor, a legtöbbet idézik a műveit. A Seiber iskola, én ugyan nem ismertem személyesen Seiber Sándort, de miután ismerőseim gyerekei járnak oda, azt tudom, hogy abszolút nyitott, és abszolút... Igen, hát őróla van elnevezve. Na ezért, Elnök úr, Seiber díjak kerülnek átadásra. Ez alkalommal csak egy, korábban 3 díjazott volt. Van-e ennek valami gazdasági vagy egyéb oka? Fontos tudni, hogy ez nem a Mazsisznak a díja, hanem ez egy kormánykitüntetés. A Seiber díjat átadó kuratórium az idénre megváltozott. Megújult, így van. A kuratóriumot ismereteim szerint Kovács András szociológus professzor vezeti, és biztos vagyok benne, hogy jó döntést hoznak. Ilyenkor még titkos a döntésük, tehát ennek a döntésnek ma 10 órakor kell kiderülnie. Okay, Mazsisz nincs is benne ebbe a bizottságban, nem delegál? A Mazsisztől talán az ortodoxiától van delegálva. Nem, a Mazsisztől egy fiatal rabbi is. Ja, de nem, így van, a Darvas rabbi van, így van, Darvas rabbit javasoltuk. Darvas István főrabbi. Darvas István főrabbit javasoltuk. Jó, és akkor már is menjünk ezzel, a Seiber díjat elintéztük. Valamikor még a Numerus Clausus után egy zsidó kulturális egyesület jött létre, az OMIKE. Ezzel sokat foglalkoztunk már. És úgy tűnik, mintha az OMIKE-nek a fő játszótere az nem más volt, mint a Goldmark terem, a Veselin utca 7 szám alatt. Napjainkban újból fiatalok zsivajától és idősek tapsolásától hangos a Goldmark terem. Mi történik ott? Ugye a Sipucai épületnek van egy része Veselényi utcai bejárattal, ez a Goldmark terem, és valóban egy emblematikus helyszínről van szó, hiszen a holokausz során a többi színházból kitiltott, egyébként óriási tehetséggel rendelkező művészeknek egyetlen egy pódium jutott, egyetlen egy színház jutott, és ez a Goldmark teremnek a icipici színpada. A Goldmark terem az elmúlt mondjuk 70 évben hát nem volt kellően kihasználva, és úgy gondoltuk már jó néhány évvel ezelőtt, és próbáltunk ilyen projekteket szervezni, hogy a Goldmark terem az Budapest kulturális életébe be tud kapcsolódni. Van olyan adottsága és van olyan esélye, és most a budapesti zsidóság ezügyben megmozdult, és folyamatosan próbálunk a Goldmark terembe produkciókat szervezni. De milyen produkciókat? Olyanokat, amik a zsidó közösségnek szólnak, vagy olyanokat, amiket be lehet kapcsolni a Broadway kulturális forgásába, mert ugye azelőtt olyan színészek léptek fel, akik a Broadway-ről szorultak ide. Igen, hát reméljük, hogy most nincs senki olyan színész, aki bárhonnan kiszorulna, de a lényeg az, én úgy gondolom, hogy valóban a budapesti kulturális életbe kell ennek bekapcsolódnia. Természetesen a Goldmark színpadon jellemzően, de nem kizárólagosan, azért valamilyen módon a zsidósághoz kötődő színdarabok. És akkor, már is nézzük, vasárnap egy rendkívüli rendezvény színhelye lesz a Goldmark terem, hisz hamarosan, mint minden évben,
ez idén is kivonulunk Egyiptomból. Így van. És amikor kivonulunk Egyiptomból, akkor szédertülünk, viszont nem mindenki tudja, hogy hogy kell ezt, és sok-sok macesz teszünk. Tehát a kérdésem a következő, hol és mikor lehet azoknak, a zsidóknak és nem zsidóknak, akik kóser macesz szeretnének ehhez hozzájutni, és a vasárnapi rendezvényen milyen fiatalok és milyen rabbik lesznek, miről is lesz ott szó? Az első kérdésre nagyon egyszerű válasz, a Sip utcában, Veselényi utcában áruljuk a kóser maceszt, ahhoz mindenki hozzá tud jutni, be kell jönni és kell vásárolni. Természetesen ilyenkor a körzeteink a helyi hívőket segítik, és a körzetekbe is kiszállítunk maceszt, és ott is lehet majd vásárolni. Viszont vasárnap lesz egy nagyon izgalmas programja a Goldmark teremnek, akkor mondhatom már így. Egyrészt Farkasházi Réka és kis zenélő csapata fog egy szerintem fergeteges műsort adni, amire hívjuk a gyerekeket, de hívjuk a szülőket is, és hívjuk a nagyszülőket is, és hogy a kultúrát megpróbáljuk összekapcsolni a vallással, Verő Tamás főrabbi, de mondhatom, hogy Verő Tomi fog a széderről mesélni, gyerekeknek szédertál festés lesz, tehát folytatjuk azt a hagyományt, amit elindítottunk januárban, hogy vasárnaponként, nem minden vasárnap, de vasárnaponként mindig valamilyen ingyenes kulturális programmal kedveskedünk. Délelőtt lesz? Nem, ez délután van, 15 óra, 16 óra körül van. Az elmúlt negyed órában stúdiónk vendége volt Helyzler András, a mozsii szelnöke, akitől megtudhattuk, hogy az Omike, mármint az Omike által használt Goldmark terem újraélet, és szinte hetente megtellik. Azt is megtudhattuk, hogy hol lehet maceszhoz jutni, na meg, hogy a zuglói körzet legalább jövő Pészakig még vendégeskedik a Seiber Sándor iskolába, de ahhoz is hozzájutottunk, hogy még a héten átadják a Seiber Sándor díjakat. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. A viszontlátásra. Most előzetesek, majd ezután következik egy európai fotóriporter, és nem fogják elhinni, a Csikisörről fogunk beszélni. Tartsanak velünk!